halihó sevizások, halihó ellenállók. Egy nagyon fontos dologról akarok ma veletek beszélni, miközben Sziget-Szent Miklóson a bankokat és a Fidesz irodákat fogom leplakátolni. Itt van a kezemben ez a friss, ropogós Európai Unió Bírósága 60/2018-as számú sajtóközleménye, ami ugye a C51/2017-es előzetes döntéshozateli eljárásnak a főtanácsnoki véleményét hivatott közölni, és erről kívánok most veletek beszélni ebben a bankplakátolásban. Tehát az a kérésem most különösen, hogy minél több helyre osszátok meg ezt az élő közvetítést, hogy minél többen lássátok, hogy egyrészt mi lett, aki még nem látta, hogy mi lett a főtanácsnoki vélemény, másrészt pedig, hogy mi most a teendő, és mi az, amit kell tenni. Közben meg is érkeztem itt Sziget-Szent Miklóson az egyik bankautomatához, tehát ez lesz most az első, amit leplakátolok, és közben fogok beszélni erről a véleményről, egy-egy helyszínen, egy-egy részét fogom kielemezni, és azt a cselekvési tervet, hogy mi az, amit csinálnunk kell, hogyha komolyan gondoljuk. És ha megnézitek, most látom én is, hogy a hétfői plakát, ugye a felső az még a múlt szombati plakát, ez pedig a hétfői plakát, ami itt ennél a bankautomatánál itt is van, tehát ezt azóta se szedték le, és bárki, aki ide jött a Sziget-Szent Miklóson a Kossuth Lajos utcába pénzt felvenni, az látta, hogy a végrehajtásokat le kell állítani, és ha már itt tartunk, akkor ez a legfontosabb, tehát az igazi feladatunk sevizásoknak az most, és az ellenállóknak, aki persze nem puhapöcs, és van egy kis vér a pucájában, hogy azért álljunk ki, hogy a végrehajtásokat, ezt még egyszer megmutatom nektek, le kell állítani, ugyanis alapvetően pozitív ez a főtanácsnoki vélemény, de mindenképpen lehet vele valamit kezdenünk, úgyhogy amíg most átmegyek a Fidesz irodához, illetve Bóna Zoltán képviselői irodájához, amit ugye már többször megbeszéltünk, hogy a te pénzeden meg az én pénzemen bérel, ugyanúgy, mint a hozzátartozó titkárnőt is a te pénzeden meg az én pénzemen béreli. Közben pedig Bóna Zoltán nem áll ki azért, hogy állítsák le a végrehajtásokat, pedig most már a főtanácsnoki vélemény, ami alapján, vagy aminek a figyelembevételével fogja meghozni az Európai Bíróság tanácsa a döntést a C51-es előzetes döntéshozatali eljárásban. Tehát ez a főtanácsnoki vélemény is megvan, tehát innentől kezdve szerintem azért jóval egyszerűbb a történet, és világosabb, hiszen azért korábban, amikor a Teszeli Zoltán fideszes képviselővel beszéltünk arról, hogy miért kell leállítani a végrehajtásokat, és ugye mondtuk, hogy hát azért, mert az Európai Unió Bírósága vizsgálja a devizahiteles törvényeket, és a bíróságok ezzel kapcsolatos eljárásait. Tudjátok, mit mondott? Azt mondta, hogy hát nem a mi érdekünkben az adósok vagy a károsultak érdekében vizsgálja, hanem a bankok érdekében vizsgálja. És ne legyünk ennyire elájulva magunktól, mert majd az EU jól betesznek, mert a bankok oldalára fog állni. Hát most én azt mondom, hogy ez a főtanácsnoki vélemény, ez azért nem pont erről szól. És közben megérkeztem ide a Bóna Zoltán képviselői irodájához, ugye látjátok, hogy itt van, és itt az egyik táblán ezen, még mindig itt vannak a hétfői plakátok, a Ne hazudj és az idomított majom, és nézzétek meg, nyitva van a kapu most először. Hát megnézzük, hogy most itt van-e Bóna Zoltán. Hát, hogyha végre sikerül vele találkoznom. Soha nem sikerült még ezen a kapun egyébként bejutni. Mindjárt megkeressük, hogy melyik lehet itt Bóna Zoltán képviselői irodája, amit ugye tudjuk, hogy a te pénzeden meg az én pénzemen bérel. Itt egy ügyvédi iroda van. Nézzük, Bóna Zoltán. Hopp, itt van Bóna Zoltán irodája. Nézzük meg, hogy nyitva van-e Bóna Zoltán képviselői irodája. Kopogunk illendően, és átnézzétek meg, hiába nyitom ezt az ajtót, vagy csukom, ez az ajtó, ez bizony nem nyílik. Tehát Bóna Zoltánnak még van képe hisztizni azért, mert a háza előtt mondom el a véleményemet, még soha nem sikerült elérnem ebben az irodában, amit a te pénzeden meg az én pénzemen bérel. Jó napot kívánok! Bóna Zoltán nincs itt véletlenül? Nincsen. Hát soha nem sikerült még eddig itt elérnem. Köszönöm szépen a segítségét. Nyitva volt a kapu? Jó, rendben. Jó, hát ha nyitva van egy kapu, akkor azon beszoktam jönni. Tehát nyugodtan beszólhat, hogy jöttem, hogy nagyon szívesen.
Ja, nyilván nem önhöz, tehát Bóna Zoltánhoz jöttem. Az ja, hogy öni a ház. Ja, hát ezt nem tudtam, hogy öni a ház. Oké, okay, rendben. Nyugodtan bejöhet, úgyhogy rendben. Köszönöm szépen, csak hát tényleg én most önnel is szívesen beszélgetek, de hát nyilván nem tud segíteni abban, hogy a végrehajtásoknak le kell állni Magyarországon. Ugye? Abban nem. Abban inkább a politikusok tudnak. Köszönöm, minden jót kívánok, viszontlátásra. Na, tehát ugye itt egy úrral találkoztam, valószínűleg az ügyvéd úr lehetne, az ügyvédi irodából jött ki. Ugye gondolom őtől bérli Bóna Zoltán a képviselői irodáját, és bár szívesen beszélgetett volna velem, de nyilván ebben az ügyben nem nagyon tud mit tenni, hiszen nem az ő dolga, nem az ő dolga az, itt a mögöttem én mutatom, hogy legyen itt Bóna Zoltán, ugye ki van plakátolva az idomított majommal, és a most éppen a Ne Hazudj, a hétfői Ne Hazudj még itt van. Tehát egy kicsit térjünk rá erre a főtanácsnoki indítványra, és az a kérésem, hogy osszátok nagyon sok felé ezt a videót, ugyanis alapvetően pozitív ez a főtanácsnoki indítvány, és most fogok még, miközben végigmegyek itt a bankokon és a másik Fidesz irodán is, fogok erről beszélni, hogy azért nehogy hátradőljünk. Így is van az eleje, hogy most kell igazán cselekednünk, ugyanis ugye ez a indítvány arról szólt, az előzetes döntéshozatali indítvány, még eredetileg, tehát most nem a főtanácsnoki indítvány, hogy szabad-e Magyarországon vizsgálni az árfolyam kockázattal kapcsolatos tisztességtelenséget azzal kapcsolatban, hogy nem volt megfelelő a tájékoztatás, tehát nem volt érthető az ügyfelek számára. Ugye annak fényében tette ezt az ítélő tábla, mert hogy a magyar törvények, a 2014-ben hozott bankmentő törvények, azok egyértelműen megmondták, hogy az árfolyam kockázatot 256 forintig nekünk kell, mármint károsultaknak kellene viselnünk. Tehát ebben az esetben kizárta a törvény azt, hogy a bíróság mondjuk vizsgálja, hogy de egyébként tisztességes volt-e ez a feltétel, érthető volt-e a megfogalmazás, hogy mit kockáztat, milyen kockázatot vállal az ügyfél. Tehát ugye ez volt az alapvető gondolat. És ugye azért kellett ezt kitenni az Európai Unió bíróságához, mert a 93/13-as irányelv az azt mondja, hogy abban az esetben, hogyha valamilyen törvény vagy rendelkezés mond ki valamit egy szerződéssel kapcsolatban, akkor nem vizsgálható ezzel kapcsolatban a tisztességtelensége a szerződési feltételnek. Csak hogy ugye azt mondja a főtanácsnok, hogy ez ide így van, tehát ez így létezik, és ő kiköt itt egy nagyon érdekes dolgot, itt a másik oldalon kezdődik, hogy ennek a kizárása, tehát az, hogy mondjuk egy törvény által szabályozott tételt nem lehet vizsgálni tisztességtelenség szempontjából, azt mondja, hogy a kizárásnak a célját az igazolja, hogy joggal feltételezhető, és én ezt most hozzáteszem magam, hogy egy jogállamban feltételezhető joggal, nem Magyarországon, hogy a nemzeti jogalkotó, tehát ha az valóban nemzeti és nem fideszes, az érintett szerződések feltételeit megillető jogok és kötelezettségek összességére nézve egyensúlyt teremtett. Tehát nem a bankok számára teremtett előnyöket, hanem egyensúlyt teremtett. Tehát ebben az esetben természetesen rendben van, hogy kizárja az irányelv azt, hogy a tisztességtelenségét vizsgálni lehetne, csak hogy Magyarországon ugye jól látjuk, hogy nem egyensúlyt teremtett, és a következő helyszínen majd innen fogom folytatni az elemzését, és gondolom talán már kitalálhatjátok, hogy a főtanácsnok hogyan is gondolta ezt, és milyen aggályai vannak neki azzal kapcsolatban, hogy vajon ez az egyensúly ez itt fennáll-e. De még mielőtt elmegyek, még azért ide Bóna Zoltánnak hagyok üzenetet természetesen, leginkább a postaládájára, ugye, mert hogy a majom és a Ne Hazudj az fönt van, most pedig ide egy végrehajtások leállítását követelő cédulát teszek ki, és egyébként ezt javaslom mindannyiótoknak, hogy most kell igazán rákapcsolni minden bankra, minden Fidesz irodára, és minden képviselőnek a házánál, bankár házánál követelni kell, talán így már látjátok, a végrehajtások azonnali leállítását, ugyanis
most már még csak el is indult valami a mi javunkra, tehát elég egyértelmű, hogy akiket mondjuk itt ma kitesznek a házából, vagy holnap, akinek vonják a nyugdíját, vagy a fizetését, akkor azt bizony nagy valószínűséggel jogtalanul teszik, tehát ezeket a levonásokat, ezeket jogtalanul eszközölik, tehát ki is tettem már a sárga szalagot, de ezt megerősítem, mert közben elfogyott a celluxom, tehát ide kikerült a végrehajtások leállítása, a ne hazudj, az idomított majom, és hát természetesen ezt a kinti tábláját is feldíszítem Bóna Zoltánnak, mert azért lássuk be, ez egyáltalán nem maradhat így, hogy a végrehajtások tovább folyjanak, és én még Bóna Zoltánt egyszer nem hallottam felszólalni annak érdekében, hogy a végrehajtásokat le kell állítani, pedig ez lenne most minden politikusnak, nem csak a fideszes politikusoknak, az ellenzéki politikusoknak is a dolga. És azért azt se felejtsük el, hogy amit tavaly ősz óta beadtak módosításokat, meg összehívtak rendkívüli ülés, meg ilyesmi, az egyik sem a végrehajtások leállítása miatt volt, még az ellenzék részéről sem, hanem ők is csak a kilakoltatásokat akarták leállítani, de azért jelen pillanatban minden egyes olyan esetben, amikor a végrehajtások folynak, azok jogtalanul folynak, és minden fillér, amit elvesznek az emberektől, az nagy valószínűséggel minimum aggályos. Már csak a főtanácsnoki vélemény miatt is, közben kikerült az idomított majom, és akkor ide még szintén kiteszek, akkor ide is egy ne hazudj fog kikerülni, ha már a másik oldalra a ne lopj felirat került ki. Tehát ne hazudjatok, fideszesek, hogy megoldottátok a sevizás kérdést a bankmentő törvényekkel, hiszen jelen pillanatban már a főtanácsnok is azt javasolja a bíróságnak, hogy ezzel ellentétes döntést hozzon, és állapítsa meg, hogy itt Magyarországon valami nincs rendben, és remélem, hogy ez fog bekerülni, márpedig az, hogy nem lehet egyértelműen biztosra venni mindenféle vizsgálat nélkül, hogy a bankok által alkalmazott árfolyam kockázat, amit átterheltek az adósokra, az adóst terheli, tehát ez egy nagyon buta dolog. Úgyhogy megyek is tovább, és jönnek a bankok, és a végén még majd a Vadódi Fidesz iroda, amit szintén a te pénzeden bérelnek, és oda is benézek, de addig pedig a bankoknál tovább elemezzük ezt a főtanácsnoki indítványt, illetve az erről szóló sajtóhírt, ami szerintem mindenképpen pozitíva számunkra. Tehát még egyszer az új nézőknek, ugye itt most Szigetszentmiklóson a nagyon friss, ma kiadott Európai Unió Bírósága által kiadott sajtóhírt fogom elemezni, ami ugye a C51-es ügyben, előzetes döntéshozatali eljárásban a főtanácsnoki véleményt teszi közzé, és azt írja meg, hogy ebben az ügyben a főtanácsnok milyen indítványt tett az Európai Bíróság tanácsának, hogy hogyan is ítélje meg ezt a kérdést, ezt az előzetes döntéshozatali eljárást, amit egyébként a magyar ítélőtábla, szerintem a fővárosi ítélőtábla minden bizonnyal nyújtott be az Európai Unió Bíróságának. Ugye azzal kapcsolatban, hogy a 93/13-as irányelv szerint a tisztességtelen feltétel alapesetben nem vizsgálható akkor, hogyha ezt valamilyen törvény, szerződés feltételt a törvény egyértelműen rendezi, és ugye a magyar bankmentő törvények elvileg kimondták, hogy 256. Tehát 256 forintig a károsultnak kell viselnie az árfolyam kockázatot, és kerekperecszát nem vizsgálhatják ezt a bíróságok, pedig ugye úgy látjuk, hogy a bírók szeretnék ezt vizsgálni, tehát ők ezt nem gondolnák, hogy egyértelműen az adósokra kell terhelni,
hiszen nagyon sok bíró is észlelte már azt, hogy nem volt megfelelő a tájékoztatás ezzel kapcsolatban, és ugye ha nem volt megfelelő a tájékoztatás, nem volt egyértelmű az adósok számára, hogy pontosan mit kockáztatnak, akkor bizony nem biztos, sőt valószínűleg egyáltalán nem az adós terheli az árfolyam kockázat terhe, és akkor én azt gondolom, hogy egész jó feltétellel szabadulhatunk a sebizás kifosztás alól, sőt ugye az eddigi mocsokságok miatt még kártérítés is jár nekünk, legalábbis én azt gondolom, hogy ez így van. Itt most már megérkeztem a Raiffeisen Bankhoz, mindjárt be is tudok fordulni, és már itt is vagyok. És akkor itt tovább elemzem veletek ezt a főtanácsnoki véleményt, és az a kérésem, hogy minél több emberhez juttassátok el, ugyanis azért ez nem arról szól, hogy most hátradőlhetünk, mert most kell igazán elmenni a politikusok és bankvezérek házához, és most kell igazából oda csapni nekik, hogy a végrehajtásokat azonnal le kell állítani. Ugyanis tovább megyek, tehát ugye az előbb a képviselőirodánál már eljutottunk odáig, hogy ugye az irányelvben azért van benne, hogy olyan esetben nem vizsgálható a tisztességtelenség, ha törvény szabályozza az adott feltételt, és ez azért van benne, írja a főtanácsnok, mert hogy feltételezik azt, hogy egy jogállamban az állam, a döntéshozó egyensúlyt teremt a felek között. Na most itt következő már is ugye azt írja, hogy egy kötelezettségek összességére nézve egyensúlyt teremt, és a következő bekezdés, ez a feltételezés azonban nem alkalmazható az olyan törvényi rendelkezések esetében, mint a fent említett magyarországi törvények, amelyeket a releváns szerződés megkötésének időpontját követően és az irányelvvel való összeegyeztetlenséget megállapító bírósági határozat végrehajtása céljából fogadtak el. Tehát azt mondja magyarul, hogy menjen a büdös picsába Orbán Viktor és bandája, ők nem egyensúlyt teremtettek a bankok és a károsultak között, hanem ebben az esetben a bankok javára egy egyoldalú feltételt állapítottak meg, és ezért nem alkalmazható a 93/13-as irányelvnek az a része, hogy ha törvény megállapított valamit, akkor annak a tisztességtelensége nem vizsgálható. Azt képviseli a főtanácsnok, hogy a szorban forgó kivétel annak biztosítását célozza, hogy a tagállamok bevezethessenek vagy fenntarthassanak az irányelv védelmi rendszerein túlmenő szabályokat, tehát a védelmi rendszer, ami ugye a fogyasztót védi, szabályokat, de ne csökkentsék az e rendelkezések által biztosított védelmet. Tehát azért akkor nem vizsgálható ez, hogyha az állam nem a bankok javára ítélt volna meg egy egyértelmű feltételt, hanem esetleg, ha a fogyasztók javára ítélt volna ilyet meg, akkor nem lenne vizsgálható ez, de mivel itt Magyarországon nem erről szólt, így elmehetnek a büdös picsába Orbánék, és akkor természetesen ide a Raiffeisen Bankra is kiteszem a végrehajtások leállítását követelő plakátot. Gyere csak! Azt mondja, igen, ki is került. Tehát most van az az idő, kedves sevizások, hogy a végrehajtásokat nagyon le kell állítani. Tehát még ma este fogjátok magatokat és menjetek el a bankokhoz, menjetek el politikusok, bankvezérek házához, és követeljétek azt, hogy a végrehajtásokat azonnal le kell állítani, mert most már az Európai Bíróságnál a főtanácsnoki vélemény alatt, főtanácsnoki vélemény alapján is bizony aggályosak Orbán Viktor és bandája által meghozott törvények, tehát ezekkel mindenképpen kell valamit tenni. És akkor megyek tovább a következő bankokhoz, ahol tovább elemzem ezt a főtanácsnoki indítványt, és hogy mi az, amiért nekünk mindenképpen cselekedni kell, és nem dőlhetünk hátra, mert ugye azért lássuk be, hogy ugye az EU irányelvek az egyértelműen jogállamokra vannak méretezve, ugye ezt a főtanácsok is kifejti, hogy itt Magyarországon azért kivétel van ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen! Bizony kivétel van, és ez a kivétel az, ami
ami esetében kicsit másképp kell alkalmazni bizonyos szabályokat, és jobban kell védeni a fogyasztókat, mint teszik ezt más államokban, ahol ugye egyértelműen maga az állam és maga a döntéshozóknak a rendelkezései is védik a fogyasztókat. Itt Magyarországon ez messze nincs így, állapította meg a főtanácsnok, és akkor itt a Cibaszok veled banknál is egy kicsit tovább megyünk ebben a véleményben. A főtanácsnok ezen felül hangsúlyozza, hogy a bíróságnak a valamely nemzeti jogszabályt vagy gyakorlatot az irányelvvel összeegyezhetetlennek nyilvánító határozatára adott tagállami jogalkotói válasz nem zárható ki a bíróság felülvizsgálatából. Tehát, hogyha az állam azt mondta, hogy bizony a bankoknak van igaza, és 256, és hogyha az elszámolás elkészült és nem vitatott, akkor annyi a tartozás, és kész. Itt azt mondja a főtanácsnok, hogy bizony a bíróság megállapíthat ebben az esetben más döntést is, és megmondhatja, hogy bizony, ha nem volt megfelelő a tájékoztatás, akkor menjen a picsába a bank, mivel az ellentétes lenne, tehát ugye, hogyha ez nem így lenne, akkor ellentétes lenne az Európai Unió alapjogi chartájának a rendelkezésével, amelyek biztosítják a fogyasztók védelmének magas szintjét, a hatékony bírói jogvédelemhez való jogot. Tehát Magyarországon a bankmentő törvényekkel, és ez olvasható ki a főtanácsnoki véleményből, a megfelelő bírói jogvédelemhez való jogot vették el tőlünk, amit egyébként mi már régóta mondunk, és én azt gondolom, hogy már régen meg is nyertük volna, hogyha százak és ezrek lennétek minden nap a mocskoknak a házainál. Hát azt gondolom, hogy én most mindenképpen lendületet kaptam, és nem véletlen, hogy azonnal, tehát amikor ezt megláttam, ezt a főtanácsnoki véleményről szóló sajtóhír, illetve hát ez a bíróságnak a kiadott sajtóközleménye, akkor azonnal úgy döntöttem, hogy eljövök, és természetesen a bankoknál és a közeli Fidesz irodáknál mondom el a véleményemet. Most még Kövér László házától ki vagyok tiltva nem sokáig, szombaton ez felszabadul, tehát holnap van az utolsó kitiltott nap, és akkor természetesen ez Kövér László házánál is jó néhányszor el fogom mondani, ugye ide kikerült a Cibaszok veled bankra is a végrehajtás, leállítás és a multiplakát, és akkor szaladok tovább, a Budapest Bank fog következni, és mindenkinek azt javaslom, és mindenkitől azt kérem, hogy osszátok minél több helyre ezt a videót, és azt, hogy mindenki menjen, és most kell ütni őket, amikor úgy tűnik, hogy az Európai Unióban is mintha számunkra pozitív döntés született volna. Én ugye köszönöm szépen, ebben olyan nagyon nem bíztam, de most valami talán megmozdult, és most ne higgyetek a haszonleső ügyvédeknek, meg a puha pöcsű véleményvezéreknek, hogy majd jogi úton meg lehet oldani. Ez azért nem teljesen egyértelmű, és ebben aztán végképp ne bízzunk, hiszen Magyarország azért nem teljesen, vagy Magyarországon nem teljesen, sőt egyáltalán nem függetlenek a bíróságok. Itt azért vannak velmanók, akik bocsánatot kérnek a bankároktól, ha a bankárok számára kedvezőtlen döntés születik, és azért biztosan kitalálhatnak majd még valamit, akár ezzel az Európai Uniós döntéssel kapcsolatban is. Már csak azért is fontos erre vigyázni, mert hiszen azért ez még csak a főtanácsnoki vélemény volt, és természetesen maga az Európai Unió bírósága az dönthet másképp is. És akkor nézzük még itt az utolsó bekezdéseket. Ugye itt most közben már a Budapest Bankhoz értem. Igen, hogy mit javasol a főtanácsnok, olyan feltétel, amelyet a jogalkotási beavatkozás tett a deviza alapú kölcsönszerződés részévé, és amely fenntartja az árfolyam kockázatot a kölcsönt felvevőre terhelő eredeti feltételt, az irányelv értelmében nem tükröz
kötelező érvényű törvényi vagy rendeleti rendelkezéseket. Következésképpen olyan esetben, amelyekben a feltételt a szerződésben nem világos és nem világosan is érthetően fogalmazták meg, a Nemzeti Bíróság megvizsgálhatja, hogy az olyan tisztességtelen feltételnek minősül-e, amely nem kötelezi a fogyasztót. Tehát azt mondja a főtanácsnok, és reméljük így fog dönteni az Európai Unió bírósága is, hogy teljesen mindegy, hogy ez a faszkalap, fideszes bagás hogyan döntött, és milyen utasítást adott, és milyen törvényt hozott utólag a szerződés megkötés után, a bíróság akkor is vizsgálja, sőt vizsgálni köteles, hogy egyébként a tájékoztatás megfelelő volt-e. Jól tudjuk, hogy nem, tehát azért az esetek nagy részében itt a tájékoztatás messze nem felelt meg a valóságnak. Sok esetben arról beszéltek, hogy maximum 10-15% lehet az eltérés. A mi ügyintézőnk az konkrétan azt mondta, hogy Lacikám, maximum 165 lehet az árfolyam. Hát ehhez képest ugye 256-on forintosították. Tehát nincs más dolgom itt a Judapest Banknál sem, mint hogy kitegyem a végrehajtás megszüntetéséről szóló plakátot, és ezt kell most követelni minden politikustól, és természetesen minden banknál is ezt kell követelni, a Fidesz irodákban, a bankokban benn, és mindenütt, ahol csak erre lehetőségünk van. Még felteszem a sárga szalagot is, és szaladok is a következő helyszínre. Egy pillanat. Köszönöm szépen a türelmet, és akkor megyek is otthon Tipró Picsányi, és kamatemelő, és hitvány bankhoz, és ott is felteszem ezeket a plakátokat, és hát természetesen nem fog elmaradni Kövér László sem, hiszen ő az egyik felelőse annak, hogy ilyen zsivány döntést hoztak, de ugye azt se felejtsük el, hogy a bankmentő törvények előterjesztése Trócsányi volt, tehát Trócsányi háza is egy olyan helyszín, ahol bizony ezzel kapcsolatban hatalmas lehetőség van, és azért kell ott lenni, mert ugye Trócsányi nagyon gyorsan tudna előterjeszteni egy olyan törvényt, hogy hát ha már így halad az Európai Bíróságon az ügy, akkor csak le kéne állítani azokat a végrehajtásokat, mert lehet, hogy jogtalanul veszik el a pénzeket. És hát természetesen ne hagyjuk ki a bankvezéreket sem, úgy mint Csányi Sándort, vagy az összes többit a patkánykereső túráink leírásában megtaláljátok, hogy merre jártunk. És hát ott van a Fidesz alelnöke, Rezsi Szilárd, aki szintén nagyon imádja, ha ott vagyunk a házánál. Azt írta egyébként az egyik vallomásába, hogy őt különösen egyébként nem zavarja, hogy ott vagyunk a házánál. Ez legfeljebb a családja miatt gondolja úgy, de hát a családjától mi nem kérünk semmit, és nem is a családjával kapcsolatban nyilvánítunk véleményt. Közben ugye megérkeztem ide a kamatemelő és hitványbankhoz. Már ajtót is nyitnak, de nem szeretnék bemenni, mert most nincs dolgom bent. Majd amikor sárga járás lesz, akkor azért mindenképpen bemegyünk, és akkor is nyugodtan nyithatják az ajtókat nekünk. Tehát felkerül a végrehajtás leállító plakát, illetve a multi plakát, és a következő helyszíneken pedig arról fogunk beszélni, hogy azért mindenképpen cselekedni kell, és most kell nagyon sok embernek elmenni és olyat tenni, ami nem tetszik nekik, ami mindenképpen elgondolkodtatja, hogy csak kellene valamit csinálniuk ezzel a sevizás üggyel, mert ez így nem lesz jó. Ugyanis minden honfitársunkat, barátunkat, akiket mostanában kilakoltatnak, ezek szerint is törvénytelenül lakoltatják ki. Egy olyan törvényre hivatkozva, ugye a bankmentő törvényekre hivatkozva, ami jelen pillanatban nem felel meg a főtanácsnok véleménye szerint az Európai Uniós fogyasztóvédelmi irányelveknek. És hát azért az egy elég gáz, tehát azt mondta, hogy ugye a magas szintű védelemre jogosultak a fogyasztók. Itt meg nem, hogy magas szintű védelem nincs, de semmilyen védelem nincs Magyarországon a fogyasztókkal kapcsolatban. Legalábbis akkor semmiképpen nincs, amikor bankokról beszélünk. És ugye meg is érkeztem ide otthon Tipró Picsányi bankhoz,
aki szintén pörgeti nagyon nagy erővel a kilakoltatásokat, ugye amíg volt a moratórium, addig is jól előkészítették ezeket, naponta írnak vagy hívnak fel emberek, engem is, hogy hát őt most ki fogják lakoltatni. Az egyetlen válaszom az, hogy olyan, hol a büdös faszba voltál az elmúlt fél évben, másfél évben, vagy három évben, vagy öt évben. Hányszor voltál ott politikusok, bankvezérek házánál, bankokba, vagy bárhol, és tettél az ellen, hogy ne történjen ez meg. De még most se késő egyébként fellépni ez ellen, hiszen hogyha a napokban százak és ezrek jelennek meg a házaiknál, a bankfiókokban, a bíróságokon és a hivatalokban, akkor azért van esély rá, hogy ezek a végrehajtások vagy kilakoltatások mégse történjenek meg, és van esély rá, hogy a végrehajtásokat is teljes egészében leállítsák, és akkor jogtalan követelésekre alapozva ne vonjanak pénzeket az emberek számláiról, mert ez azért mindenképpen egy elég disznó dolog. Még egy bank és egy Fidesz iroda van itt Sziget-Szent Miklóson. Tehát ami nagyon fontos, hogy önként ez a hatalom nem fogja adni magát. Ez egész biztos és egészen jól látszik. És azt is látom, és azért is fontos, hogy ilyen hamar beszéljünk erről, hogy cselekedni kell, hogy most ugye rengeteg jogsegélyes, meg ügyvéd megint azt fogja mondani, ó gyerekek, hát akkor majd a bíróságok megoldják. De mi van akkor, hogyha majd jó esetben itt ősszel fog ez visszajutni Magyarországra, vagy Magyarországon hatása lenni ennek a jogtanácsosi véleménynek, és mi van akkor, hogyha Magyarországon mondjuk a kúria miatt, leginkább Velmanó, Handó Tünde miatt nem így fogják értelmezni, és azt mondják, hogy jó, de hát mi úgy gondoljuk, hogy egyébként megérthető volt a tájékoztatás, és miért nem értette az adós? Tehát ebben az esetben meg már is ott vagyunk, hogy oké, hogy elvileg vizsgálható, de ők úgy vizsgálják, ahogy ők akarják. Na most ezért kell nekünk nagyon határozottan fellépni, nagyon határozottan kiállni az igazunkért, és nem hagyni magunkat. De ezt egyetlen egy módon tudjuk megtenni, ha naponta cselekszünk, és nem bízzuk rá magunkat a fideszes irányítású bíróságokra, mert azokkal olyan nagyon sokra eddig sem mentünk, még hogyha nyertünk is első-másodfokokon pereket, mert azért természetesen vannak tisztességes bírók, akkor jött a kúria, hozott egy jogegységit, és azt mondta, hogy gyerekek, ez mostantól nem így van, és ugye ezek kötelezték, a kötelező érvényűek voltak az eljáró bírókra, és ezzel gyakorlatilag nem tudtak mit csinálni, illetve szerintem tudhattak volna, ha ennél sokkal tökösebbek, de ennyi tellett tőlük, hogy megítélték azt, hogy ha már egyszer az elszámolás megtörtént, és ha már az elszámolásban ez és ez az összeg szerepel, akkor az adós ennyivel és ennyivel tartozik a banknak, és elutasították a kérelmeinket, ami szerintem nagyon csúnya dolog volt, és nem is szabad ezt elfogadnunk egyetlen mondót sem. Közben megérkeztem ide Sumi Credit bankhoz, és akkor innentől kezdve, ha itt föltettem a plakátokat, akkor nincs más, mint egy Fidesz iroda, ahol majd még egy kicsit arról beszélünk, hogy korábban miért is nem, és mire hivatkozva nem állították le a végrehajtásokat. Nézzük, hogy sárga szalag már van, ragasztó van, plakát is van, tehát igazából mindennel felkészültem a mai napra. Végrehajtások leállítása, plakát. Javaslom nektek is, hogy még a mai napon induljatok el és kezdjetek véleményt nyilvánítani. Most kell százaknak és ezreknek ott lenni a házaiknál, a bankokba, és nem arra várni, hogy majd, hát hogyha a jó szerencse minket megsegít, és majd Velman is azt mondja, tényleg, hát ha már az Európai Unióban is ezt mondják, akkor már nem is annyira haverok nekem ezek a bankárok. Én azért erre nem várnék és nem bíznék abban, hogy ez majd magától így lesz. Az akkor lesz így, amikor azt látják, hogy itt azért a magyarok is tökösen kiállnak magukért, tehát nem mindig más országokból kell várni a megsegítést, és főleg nem abból a
az Európai Unióból, aki majd ide küldte egyébként rabolni a bankjaikat, és könnyen lehet, hogy az egész nem szól másról, mint a jelenlegi uniós Orbán ellenességről, ami azért lássuk be, tiszavirág életű, hiszen ha nem Orbán lesz, vagy már nem lesznek ennyire ellene, akkor akár teljesen más döntések is születhetnének. Tehát én ezt el tudom képzelni, és nem beszélve arról, amit az előbb mondtam nektek, hogy a magyar bíróságok, ugye mivel nem az ítéletet fogja meghozni az ügyben az Európai Unió bírósága, hanem csak a kérdésre fog válaszolni, és a kérdésre legjobb esetben is az lesz a válasz, hogy igen, vizsgálható a nem megfelelő tájékoztatás miatti tisztességtelenség, tehát ez lehet a legjobb, ami nekünk ilyen, és ugye ez van benne a főtanácsnoki véleményben is, tehát ő ezt javasolja, vagy indítványban. Tehát, hogyha így nézitek, akkor gyakorlatilag majd azt kell meghatározni itt a magyar bíróságoknak, hogy oké, amit leírt a bank, az a kockázatfeltáró nyilatkozat, amit az adósok ugye mind-mind aláírtak, az vajon megfelelte, vagy megfelelő tájékoztatásnak minősül-e, mert ha nem, hát akkor hiába az Európai Uniós döntés, akkor az rajtunk olyan sokat nem segít. És akkor közben meg is érkeztem a Fidesz irodához, mert azért nem tökörészek én olyan nagyon még akkor sem, hogyha így egy kézzel kell biciklizni. Ugye itt sincs Bóna Zoltán, tehát a képviselői irodájában sem volt ott, meg itt sincs itt. Itt még mindig Orbán Viktornak a képe van, hogy nekünk Magyarország az első. Hát látszik, mennyire Magyarország első, a magyar bankok az első. Ugye most a főtanácsnok is megmondta, hogy nagyon egyoldalúan a bankok javára hozták meg ezeket a döntéseket. Tehát akkor Orbán Viktornak is ide rögtön kiteszek egy ilyen plakátot, hogy a végrehajtásokat az bizony le kell állítani, Viktor. És nem úgy, mint ugye azt mondták annak idején, ugye a Viktornak a Bicske környéki helytartója, a Teszeri Zoltán, hogy hát nehogy azt higgyük, hogy a mi kérelmeinket vizsgálja az Európai Unió Bíróság, hanem a bankokért, mert ezek a csúnya bankok fellázadtak a bankmentő törvények ellen, mert nem tetszett neki. Én meg azt gondolom, hogy ugye tömegével az adósok kérelmei mentek be, és most ezekre jött egy viszonylag pozitív válasz, de ugye ez nem ítélet, és nem a jogvitát dönti el, ahogy mondtam, hanem csak egy egyszerű kérdésre adott egy választ. Ugye fölkerült a ne hazudj, mert ugye azt mondja, hogy neki Magyarország az első, én meg azt gondolom, hogy ez messze nem így van, hanem a magyar bankok, az ő oligarcháik az elsők, és ide kintre a külső rácsra meg kiteszem, hogy ne lopj, mert amit ezek itt most műveltek Magyarországon az elmúlt időben, az lopás, az is lopás, amikor ugye azért hoztak döntést a bankok javára, ez most már jól látszik, mert ugye most sorban a fideszes hátterű követeléskezelő cégek veszik meg az adósságokat, a bedőlt hiteleket, és ebből hatalmasat profitálnak a Fidesz haverok. Tehát ezért itt van a ne lopj, illetve természetesen itt a Fidesz irodában Orbán Viktor is kap egy idomított majmot, narancsfokozat természetesen, mert hogy a bankárok idomított majmai és a bankárok javára hozzák meg a döntéseket, és hát nem maradhat el természetesen itt sem a sárga szalag, ez pedig oda a végrehajtások leállításához fogom kitenni, mert az most az egyik legfontosabb dolog, ugye oda ki is keveredett. És akkor hát nagyjából ezzel búcsúzom itt ma tőletek, akik még nézitek, mindenkinek azt javaslom, hogy osszátok, mert cselekedni kell, most jött el igazából az idő, hiszen kaptunk egy kis támogatást az Európai Uniótól a fideszes oligarha túlhatalommal szemben. Igaz, hogy ez még csak egy főtanácsnoki vélemény, és csak akkor lehet igazi hatása neki, hogyha cselekszünk és kiállunk azért, hogy ezt meg is tudjuk valósítani. Mára búcsúzom, természetesen holnap is megyünk véleményt nyilvánítani, holnap után is, és azután is, és egyet ne felejtsetek el, hogy a
8-a, meg most már hallottam, még 10-ére is terveznek tüntetést, ezek mind hatástalanok, ha 7-én odaadjuk ezeknek a mocskos fideszeseknek a Kossuth teret. Tehát én azt javaslom mindenkinek, hogy már 7-én napközben menjen ki a Kossuth térre, akár hívják, akár nem, akár lesz tüntetés, akár nem, és a Kossuth teret meg kell védeni a lezárástól, és nem majd utólag kordon bontani, meg politikai cirkuszt csinálni belőle, mint ahogy egy pártok szeretnék, mi nagy média visszhanggal, hanem már előre nem odadni, és pártok nélkül nem odadni, akkor van esélyünk, ha nem, akkor én azt gondolom, hogy marad tovább a kegyetlen és hosszú harc, amit mi természetesen megteszünk, neked is azt javaslom, hogy cselekedj, legyél győztes, és állj a bátrak közé, hajrá!